Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó a mai napon Börzsei Dávid társaságában Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Több témában is kisebbségbe került a kormányzati narratíva, sőt a választók jelentős része konkrétan nem hiszi el, amit a konzultációs kérdőív, illetve a kormányzati plakátkampányok és a propaganda állítanak a háború, de elsősorban a gazdasági válság ügyében. Derül ki a 21 kutatóközpont átfogó kutatásából. A kutatás során a válaszadóknak az iskolai osztályzatoknak megfelelően 5-ös skálán kellett értékelniük a kormány teljesítményét 4 témában. A járvány kezelése és az orosz-ukrán háború kapcsán középértékhez közeli 2,8-as átlagpontot kapott a kormány. A mostani gazdasági válság kezelésére viszont 2,5-öt, az oktatás politikai teljesítményére pedig 2,3-at. Az ellenzéki szimpatizáns választadók mindegyik esetben 2-es érték alatti átlagpont számot adtak, a kormánypártiak viszont 4-es körülit, kivéve az oktatást, ahol mindössze 3,4-et. Arra a kérdésre, hogy kinek a hibája a magas infláció, a teljes népesség 37%-a nevezte meg az EU-t, további 4% pedig az ellenzéket. A relatív többség 46%-a a kormányt okolja, 13% pedig nem tudott válaszolni. Jelentős kisebbségbe szorult a kormány az orosz gázimport ügyében. A teljes népességben 27% hiszi azt, hogy jelenleg olcsóbban kapja Magyarország az orosz gázt, mint a piaci ár, 40% azonban úgy nyilatkozott, hogy drágábban. Szkeptikus szoktam lenni a kutatásokkal kapcsolatban, különösen, hogy mindegyikből azt próbálja az ember levonni, tudod, hogy hú, ha most lenne választás, akkor annak mi lenne az eredménye. Na de a választás az, amire aztán tényleg a lehető legtöbb ember elmegy, és tényleg arról szavaz, hogy mi történjen, vagy hát kivezesse a következő 4 évet. Engem zavar ez a buborék hatás, ami azt jelenti nagyjából, hogy aki kinyilatkozta a válaszadók közül, hogy nagyjából ellenzéki érzelmű az 2-es-3-as közé osztályzott, vagy a 2-es környékére, aki pedig elmondta, hogy kormányszavazó, az meg 4-es fölé. És vannak, akik kilógnak a buborékjukból, nagyjából 10% itt az ide kapcsolódó cikk szerint, és valahol ez a megnyugtató számomra mindkét esetben, mert ahogy a Robi tegnap kiakadt azon, hogy a Majka rendszerkritikus videóklipje kapcsán a Mérővera azonnal mindent eldobva mondta, hogy amúgy milyen jó fej a Majka, és ő mindig is szerette, és ezek szerint már csak ez hiányzott. Itt is az az embernek a benyomása, hogy ha egyetért velem valaki mindenben, vagy tudod, ugyanarra szavaz, akkor jó fej, és akire én szavaztam, az mindent jól csinál, aki meg nem ért egyet, meg akire nem szavaztam, az rossz fej, és az mindent rosszul csinál. Ha sokszor deriválod, és a végtelenségig leegyszerűsíted, számomra olyan, mintha azt állítaná valaki, hogy aki csúnya, az gonosz is. Pont tegnap láttam, vagy tegnap előtt a Majka klipje kapcsán egy Facebook kommentet, amiben nagyon szórakoztató dolog elmerülni hosszú távon, és azt írta a kommentelő, hogy az ő dédanyjának volt a szavajárása, aki idén lenne 116 éves, hogy nem azt nézem, hogy mit mondott, hanem hogy ki mondta. És akkor így nem nagyon ütközött egyébként ellentmondásba, de ez megint csak annak a... De erre ez büszkén? Hát hogyne, persze, de hát ez ugye annak a megvallása, hogy te csomagban kéred az egészet. Na most a Majka kapcsán ugye itt a művészet és a politika összekeveréséről beszélünk. Egy ilyen felmérés kapcsán szerintem egyébként itt organikusan vegyül az, hogy ki hány pontot kapott, tehát mi most itt átlagokat nézünk, nyilván voltak olyanok, akik nagyon... Persze nem minden egyes ember 4,3-at adott következetesen. De engem minden esetre érdekelne az, hogy nem azért van ez, mert itt, amikor az ember politikai... Tehát azt mondod, hogy azért mennek az emberek választani, mert ott tényleg arról döntenek, hogy kivezesse az országot a következő 4 évben. Sajnos én ebben annyira nem hiszek, és pont az elmúlt időszak történéseinek a fényében nekem kezd úgy tűnni, hogy az emberek sokkal szívesebben szavaznak az alapján, hogy holnap mennyi krumplileves lesz, vagy nem lesz,
és nem az alapján, hogy nekik lennének bármilyen kultúrák. Ez érdekes, tehát, hogy a jövőre szavaz, vagy a múltra. Tehát, hogy arról dönt, hogy mi legyen a következő pár évben, vagy arra emlékszik vissza, hogy hát az elmúlt két hónapban érkezett egy Erzsébet utalvány, vagy egy kiló krumpli, vagy tudod, nem akarok hálátlan lenni. Szerintem nem ez az a vonal, ami alapján itt megtörik ez az egész, hogy itt most a jövőre szavaz, mert akkor a zsebe után szavaz, vagy a múltra szavaz, mert akkor meg azután szavaz, hogy éppen ő most kiket utál jobban, a komcsikat, vagy a fasisztákat. Tehát itt mind a kettő egy rossz dilemma, szerintem egyébként a múlt és a jövő alapján kell szavazni, de speciál nem a 20. század háborús politikájának a törésvonala mentén, vagy annak a mentén, hogy holnap hány fazéknyi krumpli levest tudok majd főzni, hanem mondjuk annak a mentén, hogy vannak meggyőződéseid, van egy világképed, van valami véleményed a kultúráról. Engem borzasztóan zavar az ellenzéknek az alkalmatlansága, és a kormánynak ezzel az alkalmatlanságba vegyült dörzsöltsége, ez engem borzasztóan zavar, viszont az utóbbi időben, pont ahogy ezek a kutatások is mutatják, elkezdtem azt nézni, hogy a mainstreamben sokkal nagyobb teret nyert, akár a kormánypárti szavazók részéről is ez a kétkedés. Most, hogyha az a kérdés, hogy azt kérdezett tőlem, hogy át fognak-e szavazni 4 év múlva, akkor valószínűleg nem fognak. Holnap átszavaznának-e? Valószínűleg holnap sem fognak, tehát most kivettem azt a faktort, hogy majd 4 év múlva a zuhanó repülésből fölrántják a kormányt, hogy mi vagyunk a hősök, és akkor tessék rá szavazni. Tehát én még akkor sem gondolom, hogy holnap átszavaznának így az ellenzékre. Tehát ez számomra ilyen szürreális. Lehet, hogy egy másik jobboldali pártra átszavaznának mondjuk. Most nem azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy mondjuk Márki-Zay Péter ne lenne egy jobboldali személy, hanem azt mondom, hogy övezés, vagy kétkedés övezi, övedés kétkezi a kormánypárti szavazók részéről is a kormány jelenlegi intézkedéseit, és én ezt csak abban látom, hogy eddig lehetett neked a véleményed bármi a kultúráról, vagy a dolgok helyesen működéséről kialakított képet, hogy szerinted hogyan kéne működnie a világnak, semmi nem volt annyira erős ütőkártya, talán még a hazaárulózás meg a komcsizás sem volt annyira erős ütőkártya, mint az, hogy holnap csak fél adagot tudok venni a krumplilevesből. Uh-huh. Igen, hát az emberek, azt hiszem, hogy a pénztárcájuk tartalmának a hasznossága az rendesen irányítja. Szerintem egy csomó mindenre, ha rá akarsz valakit venni, amit ő nem szeretne, mert jobb dolgában ő nem így gondolja, teszem azt a takarékoskodásra valamivel, akkor annak a dolognak az árát, ha feltolod, akkor hirtelen a takarékoskodás is megjelenik, és ennek a fordítottja is igaz, hogy hát azért emlékszünk rá, hogy valami olcsó volt, akkor hálát kell érezzünk, nem akarunk kilógni a sorból. De beszéljünk már erről, hogy itt a szankciós infláció kifejezés hogy vizsgázik ebben a kutatásban. Ugye azt hiszem, hogy és nem csak ez, bocsánat, hanem ugye kérdés volt, hogy az inflációnak ki a forrása. És 4% válaszolt úgy, hogy hát az ellenzék. És 13% válaszolt úgy, hogy hát az összefoglaló szerint úgy, hogy nem tudja. De én úgy gondolom, hogy ez a 13% azt mondja, hogy én nem tudok ebből egy forrást megnevezni. Ez egy komplexebb kérdés ennél, és ez szerintem egy bölcs válasz, ha azt mondod, hogy nem tudod. Ugyanakkor nagyon kemény megnevezni a csípőből az ellenzéket, hogy az én is úgy érzem, hogy ez a mostani kommunikációnak a hatása, de nem szeretném azt mondani, hogy egyébként semmi közük hozzá. Tehát, hogy az első dolog, ami beugrik, az, hogy könyörgöm, 12 éve nem kormányoznak. A helyzetnek erősebb oka legyen az, akinek igazi hatalma és befolyása és kétharmada van. Ellenben azt azért lehet érezni, hogy az ellenzéknek van szerepe abban, hogy mondjuk a kormányzó párt nem áll jól az EU pénzek folyósítása terén, hiszen telekürtölték a nyugatot azzal, hogy itt nincsenek rendben a dolgok. Csak tudod, a kormány olvasata ebből az, hogy hát az ellenzék az rosszat akar az országnak. Hazáruló. És nem az a probléma, hogy itt
esik szét, vagy romlik rendszer szinten valami, hanem az, hogy kiderült, hanem az, hogy erről valaki beszélt. De tudod, láttunk már egyszer egy ilyet 2006-ban, amikor nem az volt a baj, hogy valaki bevallott valamit, hanem az, hogy ez kiderül rendszer szinten. Igen, és ez borzalmas. Vannak ilyen, ezek a tolvajbecsület kategóriába tartozó kis mondások, amikor most is néztem valami filmet, ahol ilyen mafiózók beszélgetnek, és hát Johnny most nem tud jönni a melóra, mert 3 évet ül, mit tudom én melyik fegyházban. Miért? Mit csinált? Elkapták. Tehát, hogy ez tudod, nem az a bűne, hogy valamit ellopott, valakit megölt, valakit bántott, hazudott, csalt, akármi, hanem az, hogy elkapták. Ezért ül. És megvan ennek a humora, hiszen ténylegesen az, hogy ő ül, annak részlegesen az oka, hogy elkapták. De miért akarták elkapni? Tehát, hogy megyünk-e utána az előtti okhoz, hogy hát azért, mert üldözték. Üldözték? Mert tett valami rosszat. Miért tett rosszat? És akkor itt is tovább mehetünk, hogy hát nem ő tehet róla, hogy rosszat tett, hanem a szülei, a kényszer, a szegénység, az akármit. Tehát így ez tökre mindenkinek a saját szubjektív dolga, hogy valaminek keresi az okát, és hol áll meg, meddig megy vissza az okokig, mivel elégszik meg. Az meg egy ilyen nagyon passzív-agresszív dolog, amikor ketten mondjuk vitában vagytok, ellenfelek vagytok, és de mindketten mondjuk a parlamentben dolgoztok, és ráförmetsz az ellenzékre, hogy ez így nem hazafi dolog, hogy te beárulod a mi korrupciónkat a nyugatnak, meg segítesz fényderíteni rá. Hát egy csapatban játszunk. Hát legyünk már azért legalább együtt, amikor így kiállunk kifelé, legalább képviseljünk egy véleményt, és ezzel az elvárásoddal olyan, mintha azt várnád, hogy soha ne is legyen egy ellenkező véleményen. Főleg, hogy úgy, hogy te is kapsz a lopott pénzből. Ugye? Neked is hoztunk a lopott pénzből. De az nem a lopott pénz, az a megtermelt pénz. Hát igen, akár fogalmazhatunk úgy is, hogy az uniós polgárok által megtermelt pénz. Amit az unió elküldött, kiutalt nekünk. Hát lehet-e ez úgy hozzáállni, hogy ez a pénz ez nekünk jár törvényesen, de tudod, ez a jogállamista hozzáállás, ez idegen a kormánytól, hanem ez a kuruc hozzáállás van, hogy amit elragadunk, az a miénk az erő jogán, sőt, az ügyesség jogán. És hát egy ilyen szituációban, amikor hát megy a követelőzés, és persze az egésznek a szelleme az az, hogy mindig arra hivatkozunk, amelyik éppen kedvező, éppen kifizetődik nekünk. Az ellenzék is úgy áll hozzá ehhez, hogy ő azt a pénzt, azt nem Orbán Viktortól kapja, azt a pénzt, azt ő a magyar államtól kapja. Hát Orbán Viktor meg hát tulajdonképpen egy pióca, amelyik rátelepült a magyar államra, de amikor őt kifizetik, akkor azt nem Orbán Viktor utalja, hanem akkor azt a magyar államnak ez a lebegő étosza utalja ki, tudod? Ez az 1000 éves magyar állam, ami itt mindig is volt, az neki jár. Bár igaz, hogy az elmúlt 12 évben Orbán Viktor mindent elvett, amit nem akart kiutalni, és csak azt utalja, amit akar utalni, mert hatalma van. Hát ha nem akarna utalni, vagy nem ennyit akarna utalni, fele ennyit utalna, vagy negyed ennyit utalna, és akkor az volna Orbán Viktor rendszere. Hát hogy ez Orbán Viktornak tulajdonképpen megfelel. De hát erről nincsen szó, erről nem esik szó, mert ez kevésbé teszi átélhetővé a kultúrharcot, kevésbé teszi átélhetővé a polgárháború szembenállást, hogy hát itt tulajdonképpen a zsákmányolt pénz szét van dobva. De nem ám csak a politikai osztály dobja szét, hanem a magyarok, a magyar társadalom is kap ebből, kap a zsákmányolt pénzből, mindenkinek jut. Az a helikopterről zajló pénzszórás, ami itt a választás előtt lezajlott, az tulajdonképpen nem más, mint a magyarok bevétele a buliba, mint a zsákmány szétosztása. Bűnrészessé tétele. Így van, és tudod, ezek után lázadj, hogy fölvetted a 13. havi nyugdíjat. Azok után lázadj, hogy kifejezetten a hatalomnak a jóvoltából, a hatalom jótékony kezéből eltetted a rezsicsökkentést.
Ugye, hogy könnyebb. Na, hát akkor most arról van szó, hogy akkor együtt állunk helyt a bajban is, és amikor ki kell állni valaki mellett, akkor majd emlékezz, hogy kitől kaptad. Ez tulajdonképpen olyan, mint ahogyan a keresztapa emlékezteti az ő hűbéresét arra, hogy hát egyszer, egy nap, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valamit. Orbán Viktor is így utalja ki ezt a pénzt, hogy egy nap, ami reméljük, hogy nem jön el, hát a Matolcsi Gyuri, meg én, hát azon dolgozunk, hogy ez a nap soha ne jöjjön el. A mi számításaink szerint nem jön el, de ha esetleg eljön, mert a gonosz Soros és a gonosz Brüsszel úgy intézi, a magyar gyűlölet erői, azok kiszemelik Magyarországot a újabb áldozatként, és így intézi, akkor abban az esetben azért emlékezzél arra, hogy kinek a kezéből járt a zsíros cupák legutóbb. De ez nem bűnrészesség, hát ez egy munkamegbízás. Fizetnek azért, hogy jó helyre húzd az X-ed. És ilyen szempontból egyébként te magad többet dolgozol, mint az az ellenzéki politikus, aki, hogyha bekuporodik otthon a szekrény mélyébe, akkor is ugyanúgy nő a bankszámláján az a pénz, amit ő felvehet. Meg egy esélyegyenlőségi törekvés az ABC betűivel szemben, mert az X-et olyan nagyon elhanyagoljuk, annyira kevés szavunkban üzemeltetjük. Legalább akkor, amikor megfelelő hűbéresként viselkedsz, akkor mutasd meg, hogy hát tanultuk, hát benne volt az ABC-ben, kezdjünk vele valamit. Viszont abban a szóban, hogy sokszor, még ha kevésszer is használjuk, van X. Jó, természetesen ezzel lehetsz szórakozni, mint ahogy a nyelvvizsgát is írhatod W-vel, ha nagyon akarod. Ez a működés egyébként, hogy neked valamilyen bevételed van, vagy jólétnövekedésed, most legyen ez éppen egy eszély a visszatérítés a választások előtt, hogy te ebből arra következtes, hogy meg kell hosszabbítanod a regnáló hatalomnak az életciklusát, és kéred őket még egy 4 éves körre, ez nem volna baj, hogy az egyikből következik a másik, akkor, ha ez egy organikus jólétnövekedés lenne, tehát azért éreznénk éppen jobban magunkat, mert folyamatosan, monoton, következetes módon egyre jobban élünk, mert jól sikerült üzemeltetni a nemzetgazdaságot. Na de ha ez egy olyan forrásból érkezik, ez a hálapénz, vagy nem is előre hálapénz, ami után kiürül a kassa, ami után újra hozzá kell nyúlni a rezsicsökkentéshez, ami után látszik, hogy kaparnak, hogy forrásuk legyen különböző dolgok fenntartására, ahol képtelenek megadni a tanároknak a béremelést hónapokon keresztül, ott egyszerűen erre nem volt pénz, ez nem organikus, tehát nem jólétet kell észrevenni benne, és hálásnak lenni, és azt mondani, hogy gyerekek, baromi jól csináltátok, maradjatok, hanem ez egy kölcsönből fizettük le a meghosszabbítást, nekem így jön le. Ilyen jutalomfalat. De előre? Hát én azt hiszem, hogy értő módon kell vizsgálni a Magyarországon zajló folyamatokat, és akkor szembetűnnek azok a jelek, amelyek zavarba ejtőek. Tehát ez a kormány, ez nem esik pánikba, ez nem esik kétségbe. Nem a menekülésükből látod azt, nem abból, hogy a hátuk távolodik, és egyre kisebb lesz, ahogyan a horizont felé megy, veszed észre azt, hogy bajban vannak. Hanem tudod, a kurucos gesztusaiknak a finom részleteire kell figyelni. Például arra, hogy most a rendszer elkezdett önmaga ellen lázadni Majka személyében. Ez például egy jel. Ez annak a jele, ez 12 éven keresztül nem történt meg. Majkának ezzel a rendszerrel 12 éven keresztül nem volt semmi problémája. Amikor azt látjuk, hogy az elit az átöltözik, a közemberek ruháját ölti fel, és elkezdi verni a tamtamot, hogy na most már ebből elég, akkor azt látjuk, hogy a folyamatoknak a kontrollja, az kezd kicsúszni a hatalomnak a kezéből, és a hatalom utána nyúl, és próbálja megragadni, és akkor ennek érdekében, hogyha arról van szó, akkor ellenzékinek, meg elégedetlennek maszkírozza magát, az elit tömegnek maszkírozza magát, és úgy csinál, legalább a folyamatokra kontrollt megőrizze, úgy csinál, mintha ő lenne az elégedetlenség frontja, az elégedetlenség első vonala. Amikor azt látjuk, hogy Majka lázad a rendszer ellen, akkor érzékelhetjük, hogy a
a hatalomnak a berkeiben hát megváltozott az erőtér. Valami zavar mutatkozik az erőben, és a hatalom kezdi önmagáról leszalámizni maga ellenzékének szánt szereplőket, akik hát még mindig jobb, ha a Majka lázad ellenünk, mint ha a magyarok. Az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén elfogadott egy úgynevezett irányelvjavaslatot, amely szerint 2026. júliusára a tőzsdéjegyzett uniós nagyvállalatoknak több női vezetője kell legyen. A kvótát nem teljesítő vállalatok szankciókra számíthatnak. Ennek értelmében 2026. júliusára a társaságok vezető álláshelyeinek, ami nem egyenlő az ügyvezetőigazgatói poszttal, legalább 40%-át, illetve a vezető testületek posztjainak legalább 33%-át nőknek kell betölteni. Amennyiben a 250 főnél többet foglalkoztató gazdasági társaságoknak nem sikerül teljesíteniük a feltételeket, nyilvánosan nyilatkozniuk kell arról, hogy hogyan kívánják orvosolni a helyzetet. A jogszabály szerint a tagállamoknak hatékony, arányos és elrettentő erejű büntetést kell alkalmazniuk azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek nem nyíltan és átláthatóan folytatják le a kinevezési eljárásokat. Numerus sexus. Tök ugyanaz történik, mint ami a zsidókkal meg a keresztényekkel történt 1920-ban. Hát nagyjából tök ugyanaz történik. Ott az volt a numerus claususnak az volt az elve, hogy a felsőoktatási intézményekben egy bizonyos kvótához kell kötni a zsidószármazásúaknak, és hát ennek megfelelően a keresztény származásúaknak az arányát. Bizonyos kvótához, bizonyos arányszámot kell tartani. Függetlenül attól, hogy ki milyen eredményt ér el. Ez azt jelenti, hogy hát ha te zsidó voltál, akkor a felvételidet mondjuk 6 ponttal vagy 8 ponttal jobban kellett megírnod ahhoz, hogy bekerüljél, mint ha keresztény voltál. Ezt jelenti a kvóta. Na most itt a szituáció pontosan... De itt most nem arról van szó, hogy elnyomunk egy kiválasztott osztályt 5% alá, hanem hogy feljebb emelünk egy csoportot, és nem többségbe, meg nem a másik elnyomása, nem, hanem de... az dolognak nagyjából a kiegyenlítése. Azt a csoportot nyomod el, akik jobb teljesítményűek, és egyébként nem veszed fel őket férfiként vezetői pozícióba, mert egy náluk rosszabb képességű. Na ez, vannak különböző problémáim, nekem nem az a gondom, hogy hány nő dolgozik ott, és így nem is kezdek el köröket futni örömömben attól, hogy a tőzsdén jegyzett multicégek vezetőit, tehát mint 1-2 ezer munkahelyről van szó. Ha 1-2 ezer munkahelyhez hozzájutnak nők, semmit nem számít. De így nem lehet gondolkodni, az igazságelvet kéne nézni, ne haragudj, így nem lehet, de így nem lehet nézni, hogy ez így mennyit számít. Itt van egy elv, ez egy elvi kérdés, nem? De ez nem érdekel, hogy hányan dolgoznak ott. Viszont azt szeretném tudni, hogy ha egy testület, egy vezetői testület, vagy egy bármilyen ilyen kis komiti, akármi nőiesebb döntést hoz, tehát, hogy bekerül valamennyi empátia, valamennyi finomság a döntésekbe és a működésbe, annak milyen eredménye van. Csak hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azok a nők jelentkeznek vagy felelnek meg ezekre a posztokra, akik egyébként ezt fogják képviselni. Tehát nyilván nem. Aki tökös, és akkor itt már el is árultam, hogy mit fogok mondani, aki felelősséget vállal felső vezetőként egy cégben, annak férfias ambíciói vannak, annak a működése nem lesz annyira nőies, mint amit én nagyon szívesen próbára tennék, mert azért látjuk, hogy ezek a vállalatok, hogy mondjam, nagyon maszkulin módon és nagyon károsan működnek, és én kinézném a női vezetésből ezt a jó eredményt, csak én nem gondolom, hogy a megfelelő nők kerülnek oda, és nem is biztos, hogy akkora számban. A cégszerű működés az nem engedi azt, hogy te a nemed alapján dönts valamiről. Ott van egy megtérülési elv, ott van egy tőkenövekmény, mint szempont. Azt kell kiszolgálni minél magasabb hatásfokon. Ha alacsonyabb hatásfokon szolgálod ezt, kvázi profit elmaradást realizálsz,
akkor téged onnan ki fognak rúgni, így vagy úgy, függetlenül a nemettől, hogy férfiként lehet, csinálod, hogy vagy nőként utolsó csinálod. Döntésedként meghozol még egy szociális alapelveken valamilyen döntést. Azt mondod, hogy jó van, akkor tegyünk be valamit a munkaszerződésetekbe, vagy tudod, mit támogatom, hogy szakszervezetet alapítsatok, és lehet, hogy engem utána kirúgnak. Komolyan azt gondolod, de változás történt. De te tényleg így gondolod, hogy így működik a világ? Te tényleg így látod, hogy így működik a világ, hogy valaki a neme alapján a hormonjaira hallgatva, mielőtt még kirúgnák, gyorsan hoz egy olyan döntést, amit az utódja egy tolvonással nem tud keresztül húzni. És ezt szolgálja ez, és hogy ez úgy lesz megoldható, hogy kevesebb pénisz és több vagina. Ez így ismerjük a világot. Így működnek a cégek. Így működik a piac. Így működnek a nagyvállalatok, részvénytársaságok. De az emberek a nemük alapján döntenek, az alapján döntenek, hogy hát én egy olyan érzékenyebb lény vagyok, hát szerintem alapítsatok szakszervezetet, bár ez rossz a vállalatnak, amit vezetek, bár valószínűleg ki fognak rúgni, de hát így utolsó döntésemként hősiesen hozok valamit, ami a jövő hétig fog tartani, amíg a férfi utódom el nem törli. Én szeretném látni a terméket, hogy mi ez, amit ilyenkor a nyakunkba veszünk, és nem látom, mert nincsen annyi. De ez egy elvi ügy. Arról van szó, hogy nincs olyan, hogy ez nem negatívan diszkriminál, hanem ez pozitívan. Ez csak a nőknek akar jót. Ami pozitívan diszkriminál egy csoportot, az egy másik csoportot negatívan diszkriminál. Itt arról van szó, hogy a teljesítményelvet félretesszük, és a helyére egy szexizmust állítunk. Hát ez szexizmus. Még akkor is, hogyha nem férfi párti szexizmus, hanem nő párti szexizmus, ez akkor is szexizmus. A jelentkezőnek a neme alapján választjuk ki a személyét, és nem a teljesítménye alapján. Ez férfi párti szexizmus, hiszen az EU parlament azt gondolja, hogy a nők olyan rossz képességűek, hogy igen, nekik külön kvótára. Igen, ráadásul ez a kvóta, mondom, igen, pontosan, jól mutattál erre rá, megalázó. Ha én nő lennék, én visszautasítanám, hogy én rám egy kvóta vonatkozzon, mint egy ilyen kvázi fogyatékos kvóta. Vagy mint egy ilyen hátrányos helyzetű vagyok, mert el vagyok nyomva a történelem kezdete óta férfi jogú társadalmakban, el vagyok nyomva, annyira tessék szíves szép, lenni. Ahogy ezzel gúnyolódsz mindeközben. Miért? Nem tudom, nem a saját helyedről van szó, nyilván a férfiakat képviseled ilyen. Nem a férfiakat képviselem, na, az igazságelvet képviselem, a teljesítményelvet képviselem, nem a férfiakat képviselem. Hogyha a férfiakat akarnák, hogy nem, itt arról van szó, hogy ne nemi alapon döntsünk valamiről, vagy tudod, ha nemi alapon döntünk ezeknek a cégeknek a menedzsmentjéről, ezekről a nagyon nagy presztízsű állásokról, akkor miért nincs kvóta a bányában? Miért nincs kvóta a kohóban? Miért nincs kvóta a munkaerőpiac 98%-ában. Sőt, mondok egy jobbat, hogyha az óvodában lenne kvóta, akkor az emberek nagyon ferde szemmel néznék, hogyha kényszeredetten be kéne vinniük a gyereküket, mit tudom én, 10 felnőtt férfi közé, aki gyanúsan óvodában. Igen, mert a férfi, de ez is diszkrimináció valójában, mert a férfival kapcsolatban előbb vetődik fel, hogy pedofil, mint egy nővel kapcsolatban. Pedig hát egy nő is visszaélhet a helyzettel, de kevésbé féltik, értelemszerűen kevésbé féltik a szülők a női, az óvó nőktől a gyereküket, mint az óvó bácsiktól a gyereküket. Ez is, nyilván ez is diszkrimináció. De tudod, nem lehet ezt a kultúrára bízni, nem lehet ezt a társadalmakra bízni. Nem lehet, hogy rábízták, és az a feltételezés, hogy eddig nemi alapon dőlt el. Tehát azt mondták, hogy nem fogok fölvenni egy nőt erre a posztra, itt van ez a második legjobb, de legalább férfi, és az megkapta a lehetőséget, mert nem akarok egy női társaságban menni a menedzsment hétvégére, nem hiányzik nekem itt a hiszti, a gyengeség, nem akarom azt, hogy jaj, most tudod, ami diszkriminatív. Tehát azt mondod, hogy ilyen szempontok. El fog menni szülni, pedig egy év, mire betanítjuk. És ilyen szempontok alapján, tehát ilyen szempontok alapján vezetik a cégeket. Nem a nyers profitelv alapján, mint a tőketermelő gépezetek, hanem ilyen szempontok alapján, hogy hát én nem akarok nővel menni az ülésre, stb. Így vezetik a cégeket. Nézd, te tudsz hinni abban a kapitalizmusban, ahol egy munkát az alapján adnak oda, hogy az illetőnek pénisze van, vagy vaginája.
De itt nem sokat ebben tudnak az elején, tehát a teljesítménye alapján kirúgni fogják nem, tudni, nem felvenni. Nem, hát pontosan ismerik a CV-jéből az eddigi munkahelyeit. Pontosan tudják, hogy az eddigi munkahelyeit... Széthazudják. Ha valaki tényleg a szakmáján belül... De a HR osztály arra szolgál, hogy ennek utána járjon. Ha valakinek mondjuk, hogy média visszhangot keltő eredményei voltak, tehát hogy ténylegesen ő egy hírhett arc az ő szakmájában, akkor azt hiszem, hogy nemtől függetlenül fel fogják venni, de amikor tulajdonképpen neked 2-3 diplomának, meg 1-2 behazudott korábbi pozíciónak, vagy legalábbis a legjobb színben téged bemutató önéletrajznak kell hinniük, akkor azért ott már face control lesz, és akkor ott ugyanolyan hátrányban vannak azok is, akiknek a fizimiskája nem szimpatikus, aki alacsony, aki kövér, és még sorolhatnám, hogy tudod, mi az, amihez te nem vonzódsz, akkor azt nem fogod előnyben részesíteni, mert az utolsó 4 jelölt között tulajdonképpen már alig tudsz dönteni. De miért nincs akkor kövér kvóta? Itt van ez a fájdalmas diszkrimináció, amiről beszélsz. Akkor az arra miért nincs kvóta? És akkor mi lehetne mindenre kvóta? Mert minden csoport előadhatja, a szemüvegesek is előadhatják, a kopaszok is, hogy őket diszkriminálják a hátrányos külsejük miatt. Te tudsz hinni abban, hogy a kapitalisták jobban utálják a nőket, mint ahogy szeretik a pénzt? Mert emellett érvelsz. Tehát azt magyarázod, hogy egy férfi és egy nő ugyanaz, ne szólj közbe, kérlek, hadd mondjam el. Egy férfi és egy nő ugyanazt a munkát, ugyanazon a színvonalon, ugyanazért a pénzért elvégzi, akkor ők sőt, egy férfi, egy nőnek még több, még tudod, egy nő adott esetben, hogyha ő rá kvóta vonatkozik, akkor ő még nagyobb számban, vagy nagyobb eséllyel tud bejutni egy munkahelyre, hogy az akkor a cégvezető az alapján dönt, hogy egy férfit vegyen föl, pedig egy nő ugyanúgy elvégzi neki azt a munkát, adott esetben olcsóbban, hogyha hiszünk ezt a bérkülönbségeknek. Ezt mondani, hogyha a bérkülönbségek tényleg úgy vannak, ahogy, akkor a kapitalista robotnak kötelessége volna mindig a nőt választani, hiszen megkapja ugyanazt az eredményt, és kevesebbe került neki. Pont ezért érzem a legproblémásabb résznek, vagy ami nekem így fület ütött elsőre, az a vezetői pozíció, hogy itt erről beszélünk. Tehát a wage gap kapcsán, és tudom, hogy már beszéltünk erről korábban, hogy megnézed, hogy azok a területek, amikben a nők dolgoznak, kevesebbet keresnek, de mondjuk, hogyha felvesznek téged egy pozícióra, és azt mondják, hogy ez nem egy ilyen fix fizetés, hanem mondj egy összeget, és egy nő kevesebbet mond erre, mert rosszabbul bértárgyal, akkor én itt látok egy valós problémát. De ezt a problémát, ezt szerintem sem úgy kell megoldani egyébként, hogy itt kvótát adunk a nőknek, hanem úgy, hogy valami lelkiismeretet csempészünk ebbe a kapitalista működésbe, hogyha ő egy olyan áron aluli összeget mond neked, amennyiért itt dolgozna, ami te egyébként keves lesz, akkor így azt mondta, hogy jó, de nézd, itt a Sanyi 50 000-ért többért csinálja, hogy ezt gondold át még egyszer, vagy valami. Tehát, hogy ne legyen hát ez megint egy olyan, ami érdekes, hogy a Robi ezt most nem üvölti le, hogy hát ez nem érdeke a munkahelynek. Hogy csempésznél le kiismeretedbe? Mert én nem azt mondom, hogy így van, én azt mondom, hogy úgy van, hogy a pénz alapján mennek, és lelkiismeretet kéne oda vinni. Tehát ez egy ilyen utópia, amit én mondok, nem egy ilyen realitás. Lelkiismeretet, törvények kéne, olyan törvényeket kéne, amiket nem tudnak megkerülni, meg nem tudják a törvényhozókat kivásárolni. Nem lesz lelkiismeretük. Törvények kellenek, törvények, amelyek szabályozzák. Az államnak kéne szerepet vállalni, az államnak kéne síkra szállni. Először is az állampolgároknak kéne az államokat visszavásárolni a cégektől. És aztán lehetne számítani a népszuverenitásra arra, hogy az államok, az állami tisztviselők, a társadalmat, az állampolgárokat fogják képviselni ezeknek a cégeknek a kapzsiságával szemben. És akkor ezeknek a cégeknek a környezetkárosítását, meg a munkavállalói jogoknak a megsértését mind szankcionálni lehetne. Itt az államnak kell közbeavatkozni, ezek a cégvezetők, ezek nem fognak a te kedvedért lelkiismeretet növeszteni. Ami most történik, az is egy állami beavatkozás, csak éppen az nem tetszik. De tudod, jobb megoldásnak tartom még mindig a kvótázást, mintha azt mondom, hogy legyenek organikusan többen a nők a vezetők között, azaz váljanak a nők törtetőbbé, jó
jobb tárgyalóvá, kockázatvállalóvá, és veszítsék el azokat a női jegyeiket, ami miatt egyébként a viselkedésüket nőiesnek azonosítjuk. Én nem szeretném azt a világot. Egyébként meg, ha itt a, és akkor is megint a kvóta mellett és ellene is tudok azt hiszem beszélni. Ha megint a kvóta ellenében beszélek, akkor azt kell mondjam, hogy egyelőre az az érzésem, hogy kevesebb olyan törtető féreg hölgy létezik, mint úr, aki átkönyökli magát egy ilyen vezető beosztásig az összes többi. Hát jó lenne, ha több lenne. Hát az lenne az a társadalmi cél, hogy legyen több. Az a mondás, hogy hát nem tudom, hogy férfiasítsuk még jobban el a nőket. Kutatni ezeket a típusú nőket, aki erre alkalmas. Hát meg kitenyésztjük őket. Mert hát kell hozni a számokat azokban a bársonyszékekben, és mintának állítjuk őket, hogy na látod, ezek azok a csajok. El tudom képzelni úgy is, hogy fantasztikus jó példája a női vezetőnek, meg úgy is, hogy egy ilyen nagyon elférfiasodott típust hozunk létre, és ez egy újabb követendő példa lesz egy Szabó Péterné. Ebben én se hiszek, amit most mondani fogok, de minden esetre bedobom, hogy mi van akkor, hogyha pont ez a kvóta a lelkiismeret csempészése a vezetői pozícióba? Mert a nőnek van lelke, a férfinak meg nincs. Nem ezt mondom, de hát... Vagy most... ezt hogy érted? Hát ez most nagyjából emellett. Hát pedig ebben lehet valami. Én ezt gondolom. Lehet, igen. Hogy naivitás, de én is azt gondolom, nem arról van szó, hogy a nagyszámok figyelj. Arról van szó, hogyha a nagyszámokat vizsgáljuk, úgy átfogóan, akkor lehetséges, hogy a nők azok valóban lelkisebbek, mint a csávók. De, ha egy versenyt hirdetünk, és ebben a versenyben kiválasztjuk a leglelkiismeretlenebb férfiakat, és a leglelkiismeretlenebb nőket, mondjuk 100-ból az 5 leglelkiismeretlenebbet a férfiak és a nők közül, az az 5 nő már versenyképes lesz azzal az 5 férfival, az biztosítalak. Pont annyira. Tudod, és én nem is értem, hogy itt most mire ez az elégedettség, meg mire ez az elfogódottság. És nem látni, hogy ez a gazdag és befolyásos nők lázadása a felügyelőbizottsági és menedzsment tagságokért. És akkor mi van a többi? Mi van a hátrányos helyzetű csoportokkal? Mert a nők nem hátrányos helyzetű csoport. Mi van a tényleg hátrányos helyzetű csoportokkal? Mi lesz a vakokkal? Ő rájuk miért nem vonatkozik kvóta, mert ők tényleg hátrányos helyzetűek? Mert ők tényleg nyomorultabbak, mint a hétköznapi ember? Nem úgy a nők? Mi lesz a törpékkel? Mi lesz a fogyatékosokkal? Az a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik tényleg hátrányt szenvednek a mindennapokban? Rájuk hogy nem vonatkoznak a kvóták? Őket nem akarjuk megsegíteni? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a gazdag és befolyásos nőket nem érdeklik a vakok, a törpék és a fogyatékosok. Ők, az ő előmenetelük, az ő sikerük, az ő felügyelőbizottsági és menedzsment tagságuk érdekli őket. Hogyha előadod itt nekem a vérző szívedet, Oszi, akkor hogy nem vérzik a szíved a vakokért, a törpékért és a fogyatékosokért, meg a meg annyi más tényleg szerencsétlen helyzetű emberért, akiknek nem jár semmilyen helyzetben semmiféle kvóta. A nők tényleg alkalmasabbak, de alkalmatlanok a fogyatékosok, a vakok és a törpék. Járulékkedvezmény illeti azt a céget, aki különböző fogyatékkal élő. Őket. De nincs kvóta. Valahol még ezzel is visszaélnek, de amúgy kvóta. Valóban nincs kvóta. Viszont nem egy kategória az, hogy valaki hátrányos helyzetű, és hogy kisebbség is. És azt hiszem, hogy ugye azon vitatkozhatsz, hogy a nők hátrányos helyzetűek-e, viszont az biztos, hogy nem kisebbség, hiszen nem kisebbség. Kb. Fele annyian vannak, mint a férfiak. Na de hogy ez azt jelenti, hogy ha velük kapcsolatban hozunk létre egy változást, akkor 100-ból nem egy embert fog érinteni, hanem 50-et. Igazából 100-at. Ugye 50-et pozitívan, 50-et negatívan. Igen, hogy ez egy nagyon nagy csoport. De nem bűzlik neked, hogy a hatalomnak meg az érdekérvényesítésnek a csúcsán követelik a kvótát, és sehol máshol? Nem bűzlik, hogy a kifejezetten a pártoknak a frakcióiban, kifejezetten a cégeknek a menedzsmentjében. 1-2 ezer ember egy országban, az elit elitje, ez az elitnek a lázadása az elit ellen, amihez harcba hívja a társadalmakat. Hogy gyertek társadalmak, szabadítsatok föl minket
szuper gazdag, szuper magas érdekérvényesítő képességű nőket. Na várj, egy-két. És dolog. Lelkesen indulsz, hogy segítsünk, hogy tegyük igazságosabbá ezt a világot. Ugye két dolog. Az egyik az, hogy nem lehet, hogy ezek a nők azt mondják, hogy a törpékért álljanak ki a törpék. Hiszen ők nőként a nőkért állnak ki. Másik, és ez szerintem fontosabb, hogy, és ez nem az én véleményem, csak megmagyarázom az ő gondolkodásmódukat, hogy még egy nő szemmel láthatóan nem vezet rosszabbul, annyival rosszabbul egy céget. Most értem, hogyha beveszed kvóta alapján, akkor egy jobb képességű férfit kiszoríthatsz, de hogy az a határ az képes elmosódni, mert közel egy szinten vannak. Még mondjuk ez az önkéntelen megvallása annak, hogy mondjuk egy vakember ténylegesen nehézségekkel küzdene meg egy cégvezetés kapcsán. A vakember nehézségekkel küzdene meg, de tudod, ezek a nehézségek, ezek már orvosolhatóak ám. Léteznek azok a technológiai vívmányok, amelyekkel ezek orvosolhatóak lennének, csak nem elég fontos nekünk, hogy orvosoljuk ezeket. Orvosolja a vak az otthonában, ha annyira akarja. Ha annyira akar olvasni, vagy rádiójátékot hallgatni, megvan a lehetőség. De lehetőleg férfi legyen az a vak, én azt szeretném közben kérni. Úgy áll a dolog, hogy tudod, ha ez a logika, hogy a törpékért álljanak ki a törpék, a nőkért meg a nők, ugye ugyanezen az alapon, én akkor ilyen alapon tudod, mert ez a magadért megálljál ki, te. Várja. A nők nem osztoznak abban a véleményedben jelenleg, hogy a nők ne csak a nőkért, a törpék, meg ne csak a törpékért álljanak ki, tehát tőled hiteltelen, ők... csak a férfiakért állsz ki, hiszen emel, vagy ez ellen. Én nem csak a férfiakért állok ki. Tudom, csak... Arról van szó, hogy ha ők úgy érvelnek, hogy a nő miért álljon ki a törpéért, álljon ki a nő a nőért, a törpe a törpéért, és ezek után én kiállok a férfiakért, akkor én incel vagyok, akkor én egy, tudod, fasiszta vagyok, akkor én a női egyenlőség ellensége vagyok, de amikor ő áll ki nőként a nőért, és azzal érvel, hogy a törpe meg álljon ki a törpéért, akkor ő, tudod, ő progresszív. Szerintem ez annak az esete, mint amikor azt mondtad, hogy a Szájer botrány kapcsán az igazán felháborító, hogy egy keresztény konzervatív politikusról van szó. A liberális oldalon ebből nem lenne ekkora botrány. Ők eleve ezzel a véleménnyel, ezzel a felfogással léptek be a mezőnybe, te viszont kezdettől fogva több csoport. Igen, világos, de hogyha én ebben a szituációban kiállok az egyenjogúság mellett, akkor ők nem azt mondják, hogy a Puzsér férfi természetszerűen a nem mellett, az nemi szerve mellett áll ki, hanem akkor ők azt mondják, hogy én egyenlőség ellenes vagyok. Nem azt, hogy én egyenjogúságpárti, tudod, hanem egyenlőség ellenes, mert az egyenjogúság az egyenlőtlenséget konzerválja az ő teoretikájukban. Tehát az egyenjogúságot föl kell számolni. Előjogok rendszerét kell kialakítani, hogy az egyenlőséget helyreállítsuk. Csak tudod, akkor az a kérdés, hogy mi volt a baj a numerus clausussal? Mi volt a baj? Hát sokkal kisebb számban voltak keresztények a felső oktatásban, meg az értelmiségi pályákon, mint zsidók. Én nem tudom eldönteni, hogy melyik jobb párhuzam most, hogy nácizni vagy kommunistázni kell ezt a gondolatot. De ugye az egyenlőségre való erőszakos... Nem, itt egy logikusan, nem kellenek az ideológiai konnotációk. Én egy logikus analógiát állítottam fel. Hogyha ez itt igazságos, akkor az ott miért nem volt igazságos? Vagy, hogyha, mert én szerintem az nem volt igazságos, és én ezt sem támogatom. Hmm, de ha valaki ezt támogatja, az érveljen már amellett, hogy az miért igazságtalan. Hmm. Abban nem látsz valami furcsa lehetőséget, hogy... A feltételezésed szerint nem jelentkezik elég a kapitalizmusnak megfelelő képességű nő, mert tudod, egy fokkal kedvesebbek lesznek, egy fokkal kevésbé felelnek meg. Lehet, hogy az a következmény, hogy kirúgják őket, és addig szórakoznak, amíg nem találnak egy megfelelőt, aki elég férfiasan, pszichopátiásan működik, de hogy mi van, ha alkalmatlan nőkkel töltik fel ezeket a pozíciókat? Nem totálisan alkalmatlan, csak tudod, nem a papírforma szerinti pszichopátiás céges működésnek megfelelő emberekkel, akkor a cégek gyengülnek, és az viszont jó. Nem? Nem a cégeknek, de... Értem. Akkor az a megoldás, hogy ezt a kvótát addig kell emelni, amíg el nem fogynak a lelkiismeretlen törtetőnők, és lelkiismeretesek nem kerülnek a cégek vezetői pozícióba. Hát arról van szó, hogy azt feltételezzük, hogy ha az összes férfit kirúgdossuk, akkor már
Nem jut elég pszichopata nő azokba a státuszokba, és föl kell, hogy vegyenek olyan nőket, akik esetleg lelki alkatuknál fogva alkalmasabbak arra, hogy vezessék a világot. Véletlenül sem ezt a kvótát vezetjük be, hogy rendes emberek dolgozzanak felelős döntéshozói pozícióban, ami szintén gyengítené a cégeket. Hát nehezebben mérhető, mint a nem. Hát erről van szó. Hát meg attól még a törtetőnőknek ugyanúgy vezetői pozíciót adnál elsősorban, hiszen nekik az affinitásuk ez először, hogy nekik van erre. Igen, igen, igen. Tudod, érveljen a kvóta mellett az, aki szerint Dobrev Klára egyetlen fokkal is jobb, mint Gyurcsány Ferenc. Annak ellenére, hogy nem éri megszökést megkísérelni a börtönökből, még mindig előfordul, hogy megpróbálkoznak vele a rabok. Nagyon kevés a visszaélés, filmbe illő valódi szökés pedig csak elvétve fordul elő itthon. A leghíresebb hazai börtönszökés továbbra is Ambrus Attiláé, a Viszkisé. A büntetőtörvénykönyv szerint, aki a büntető eljárás alatt, illetve a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során a hatóság őrizetéből megszökik, büntette miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. De egyébként korlátlanul enyhíthető a fogolyszökés elkövetőjének büntetése, ha, mielőtt tartózkodási helye a hatóság tudomására jutna, önként feladja magát. Ami reális egyébként. Csökkenthetem. Hát, itt vagyok a határon, most átmenjek, vagy vissza, nem tudom. Most rontom el igazából a dolgokat. Az az én felvetésem, hogy hát a rabnak azt hiszem nem volt érdeke hát börtönbe kerülni se, vagy hát ő nem szerette volna, és ő onnan nagyon szeretne megszökni. Azt hiszem, hogy szeretne ennek véget vetni. És olyan furcsa, hogy mindkét oldalról a mi érdekünket, a társadalom érdekét forszírozzuk rá. Tehát egyfelől őrizzük, az rendben van, hát ez a, mi azt szeretnénk, hogy bennmaradna, ezért oda megyünk, és úgy viselkedünk, hogy ő maradjon benn. De közben elvárjuk, hogy ő maga is úgy viselkedjen, hogy szeressen bennmaradni, és ezt kövezzük ki különböző büntetésekkel. És ettől már elvesszük azt, hogy a valójában eléggé ösztönszerűen működő ember az az ösztönei szerint és érdekei szerint viselkedjen. Nekem valahogy úgy tűnne normálisnak, hogy ők folyamatosan szökni próbálnak, mi meg folyamatosan megakadályozzuk. Itt viháncoltatok azon, hogy önként feladja magát egy bűnöző. Ilyen gyakran előfordul, sőt az egyik legeslegelső regisztrált sorozatgyilkos, bizonyos Edmund Kemper, az föladta magát, miután nem jutottak a nyomára, nem kapták el, megölte a saját anyját, közösült a levágott fejével. A legkülönbözőbb brutális, kegyetlen gyilkosságokat követte el, és várta, hogy jönnek érte. És mindenki úgy képzeli ezeket a vérszomjas gyilkosokat, hogy ezek szöknek, szökésben vannak, rohadtul élvezik, hogy szabadok, és rohadtul élvezik, hogy vadászhatnak, és újabb, újabb zsákmányokat szemelhetnek ki, és vadászhatnak le. És hogy bottal üti a hatóság a nyomukat. De ez bizony nincs így. Még egy olyan hát lelkiismeretlen, kimerem jelenteni, egy lelkiismeretlen figura, mint amilyen Edmund Kemper volt, is folyamatos stresszben, folyamatos szorongásban élte az életét, mert tudnak ők szorongani maguk a saját miatt. Magukért, saját magukért, a saját biztonságukért, tehát ők félni ugyanúgy tudnak, félteni a szabadságukat, félteni az életüket, és várta, hogy jönnek érte. Még csak a közelében sem voltak. Akkor, amikor Edmund Kemper föladta magát, még a profilozás sem létezett, ami alapján aztán később a sorozatgyilkosoknak a nyomára lehetett akadni. Még a hatóság még ki sem alakította azt a protokollt, ami alapján föl lehet állítani egy profilt. Még az FBI nem tartott ott, hogy létrehozza azt a műveletet, ami alapján egy sorozatgyilkos után egyáltalán, mert ugye ezek ugye indíték nélküli, vagy legalábbis megérthető, a nyomozók számára megérthető indíték nélküli gyilkosságok, olyan gyilkosságok, amikről délután 4-kor még a gyilkos sem tudta, hogy gyilkolni fog. Az alkalom szülte az a bűnelkövetést, és akkor tudod, egy ilyen helyzetben a gyilkos
A legnagyobb biztonságban van szökésben. De ő nem tudja, hogy a legnagyobb biztonságban van szökésben. Ő nem tudja, hogy létezni fog majd egyszer olyasmi, hogy profilozás, de még szó sincs róla. Ő erről semmit nem tud, és akkora feszültségben volt, annyira szenvedett attól, hogy bármelyik percben... Most már holnap jönnek, ma fognak jönni. Meg, hogy onnantól kezdve, hogy föladta magát, és végre lecsukták, megnyugodott. Hát meg aztán... Megnyugodott, és azt érezte, miután lecsukták, hogy na végre ki tudom aludni magam, végre nem kell rettegnem a cellámban, hogy jönnek értem, végre a helyemen vagyok. Emlékszel te Brooksra a Remény rabjaiból? Aha. Aki felneveli a hollót, aztán utána őt kiengedik, de akkor már 50 éve ült a börtönbe, és azt... Fölköti magát, de előtte mond egy olyat, hogy gondolta arra, hogy megöl valakit csak, hogy visszamehessen. De ugye azzal kell szembesülnie, hogy ő ott kint már mindenét eljátszott. Ott ő kint már senki, mint a Jimmy McGill, hogy ő kint már egy senki, viszont bent ő valaki. Igen. Hát ez valami olyasmi, mint amikor egy vadon született állatot megpróbálsz visszaszoktatni a természetbe. Nem nagyon megy. Ez szinte példanélkül. Úgy értettem, hogy az állatkertben született állatból nem lesz vadállat. Nem lesz vadállat, ő már egy házi állat. Akkor is, ha egy veszélyes házi állat, nem érdemes, nem tudom én izé, a oroszlán bajszát kitépni, vagy a farkára rálépni, ettől még házi állat. És ez van ezekkel a fegyencekkel is, hogyha valaki bizonyos időnél többet eltölt a sitten, az odakint nem bír élni. Egyre kevésbé akar majd nyilván szokni, de itt olyan, mint az önkéntes feladás is azért azt hiszem, hogy műfaja válogatja, tehát hogy tudja, hogy valami olyan súlyosat követett el többször is, ami miatt valószínűleg nagyon keresik. Hát nem tudja, hogy nem találták. De aki csak egy ilyen csibész, tehát hogy tudod, akire 5 évet vernek rá, vagy valami súlyosabb ér, 7-8-at, azért az folyamatosan szerintem 7-8 év alatt nem szűnsz meglétezni a kinti világba, kimész, és még nagyjából ugyanúgy fognak kinézni a dolgok. Azt el tudom képzelni, hogy 40 év után nem akarsz onnan már kijönni, vagy amikor kijössz olyan, mintha lélegeztetőről vennének le. Hát, hogyha belegondolsz abba, mondjuk az Óceánjáró zongorista legendája című film alapján, ami csodálatos. Ő film, nem is egyik, volt fogságban. Egyik kedvenc film. Közben mégis. De akárhogy is fogságban született, hiszen az a hajó volt az otthona. Elmehetett volna, de sosem ment el, és mire felnőtt lett, már nem mehetett el. A rácsok nem kívül voltak, hanem belül. Uh-huh. Ha ő akkor ott arról a hajóról lelépett volna, odakint a hatalmas világban olyan szorongató, olyan folytogató űr találta volna őt, amelyben nem tudott volna élni, élhetetlen. Itt arról van szó, hogy a cella onnan, ahonnan mi nézzük kívülről, annak az állatnak a cellája, vagy a ketrece, ahova be van zárva, elviselhetetlennek tűnik, borzalmasnak tűnik, de csak a nézőpontunk teszi ezt a fénytörést. Ha mi ott abban a szűk cellában nőttünk volna föl, és kivezetnének minket a hatalmas térbe, a szorongás összepréselni, szétnyomasztana a lelkünket. És van is erről egy Black Mirror epizód, amikor pontrendszer alapján lehet egymást, el akar jutni a nő az esküvőre, és ilyen pontrendszer alapján lehet őt osztályozni. És a legvégén bezárják egy cellába, egy másik férfi van még ott a cellában, és örülnek. És nekem ezzel kapcsolatban mindig az volt az interpretációm egyébként, ha már csak így a rácsokról meg a celláról beszélgetünk, hogy ott valójában egy akkora börtön épült az egész világon, hogy ami bentnek tűnik a rácsokon belül, már az, ami kint van, mert minden más egy börtön. Lementek gondolom az egy pont alá, ahol már egy olyan horizonton vannak túl, hogy azt már nem mérik, hogy 0,9 meg mínusz 3 megszabadultak attól a figyelő szemtől. Úgy áll a dolog, hogy szerintem nagyon más a szökés egy hadifogoly táborból, és nagyon más a szökés egy börtönből. A hadifogoly táborból a nemzetközi egyezmények is tulajdonképpen nem pusztán lehetővé, hanem úgymond ajánlottá teszik a szökést. Uh-huh. Ott tényleg van egy ilyen rabló-pandúr versengés a jó értelemben, hogy ott az őröknek
az a kötelességük, hogy megállítsanak téged, neked meg az a kötelességed, hogy megszökjél, és visszatérj az alakulatodhoz. Igen, ezt mondom, hogy én így érzek. De más a helyzet, a börtönben. Mert ott a törvény alapján te elkövettél egy bűncselekményt. Az alapján a bíróság kiszabott rád egy büntetést, mondjuk 5 évet. Abból te letöltöttél 2-t. Még 3 évet bent kell töltened. Amikor te szöksz, akkor te a törvényt, azt a bírósági is, a törvény nyomán hozott bírósági ítéletet, aminek a szellemében neked még 3 évet bent kell töltened, te megsérted. Te ott ugyanúgy törvényt sértesz, mint azzal a bűncselekménnyel, ami miatt bezártak. Ellentétben azzal a katonával, amelyik megpróbál visszaszökni az alakulatához. Ő semmilyen törvényt nem sértett meg, őt fogságba ejtették, de ő fogságban is katona. Neki az a feladata, hogy a felettesénél jelentkezzen szolgálatra. A felettese meg a vonalak másik oldalán van, neki oda át kell szöknie. Ő nem követett el semmit, törvénybe ütközőt, ennek megfelelően az, hogy őt fogva tartják, az egy taktikai intézkedés a háború időtartamára, nem pedig egy büntetés azért, amit ő valaha elkövetett. Itt valami nagyon más a helyzet, és szerintem másképp is kell vizsgálni. Szerintem itt van egy ilyen deficit. Hogyha jó magaviseletért enyhítik a börtönbüntetésedet, rossz magaviseletért, mondjuk olyan rossz magaviseletért, hogy megpróbálsz megszökni, tehát felülírni ezt a bírói döntést, meg meghosszabbítják a börtönbüntetésedet, akkor itt nem arról van szó, hogy ők maguk írhatják fölül, vagy legalábbis vizsgálhatják fölül ezt a bírói döntést újra és újra, mert ők abban hisznek, hogy lehet, hogy rád eredetileg kiszabott, mit tudom én, 15 évből, te most jelenleg 10-et letöltöttél, de már visszaintegrálódtál annyira a társadalomba, már annyira kedves, mindig előre köszön, figura lettél, aki képes arra, hogy visszatérjen oda. Na most ez arra enged következtetni, hogy ők hisznek a börtönbüntetés társadalomba visszaintegráló szerepében. Nem, azért akarnak, én úgy gondolom, azért akarnak megszökni, mert jelentkezniük kell a főnöküknél, nem a szolgálatra, hogy lopjanak. A keresztapánál, igen, Don Vito Corleone várja őket vissza. Hát egy jó, kint jobb élni, mint bent, és ezért... Nem róluk beszélek, hanem azokról, akik enyhítik, vagy meghosszabbítják a büntetést, tehát ők hisznek ebben. Igen, de tudod, a meghosszabbítás az úgy áll, hogyha te további bűncselekményt követsz el a börtönben, mondjuk gyilkolsz, mondjuk legyilkolod az egyik rabtársadat, mondjuk a cellatársadat, vagy legyilkolod az egyik őrt, akkor azért téged újra bíróság elé állítanak, és a kiszabott büntetést hozzáadják a te addigi büntetéshez. És még tovább maradsz benne, ahol még többször, még mélyebbre áshatod magad. Az úgy nem oké, hogy téged lecsuknak, és ez a probléma valójában a halmozatbüntetéssel, meg a halálbüntetéssel is egyébként, meg a halálsorral is, hogy az a bűnöző, amelyiknek nincs vesztenivalója, az bármire képes, az igazán veszélyes. A halálbüntetéssel is ez a probléma, hogyha a bűnöző tudja, hogy halál jár azért a bűncselekményért, amit elkövet, és mondjuk már ejtett egy-két áldozatot, ugyan miért kímélje meg a többit? Már tudod, most 2,5 életfogytiglannál jár. Mi lesz, hogyha megöl még 6 túszt? Akkor lesz belőle 4,5 vagy 8,5 életfogytiglannál, és akkor mi van? Érted? Most az meg nem oké, hogy lecsuksz valakit, és bármit követel a börtönben, nem pusztán a szökésre gondolok, hanem mondjuk gyilkosságot, akkor azért ne lehessen őt büntetni, mert az meg megint egy olyan szituáció, amiben nem tudod szankcionálni a további gyilkosságokat. Hát azt meg muszáj szankcionálnod. Jó, szerintem. Meg azoknak az életeknek értéke van, amiket ő ott elvesz, azért kell, hogy járjon a törvény szerint valami. Jó, igazad van, szerintem is illusztrisabb a másik véglet, amikor jó maga viseletért enyhítik. Arra emlékeztek, hogy valamelyik országban, feltételezem ez amerikai, valahol volt ilyen, hogy akasztás esetén, ha nem tört el a nyaka, ha nem fulladt meg, ha elszakadt a kötél, akkor nem ismételték meg a kivégzési kísérletet. Ha nyilván nem is engedték szabadon, meg nem kapott egy kötek pénzt, csak azt mondták, hogy hát akkor neked nem lesz kivégzésed. Kivéve Hunyadi Lászlónak. Hunyadi Lászlón azért végrehajtották. De tudod, ez a jó magaviseletért enyhítik, ez is olyan, hogy
Biztos, hogy a jó magaviseletért enyhítik ilyenkor, és ezt soha nem lehet tudni. Ezzel foglalkozik például a Mechanikus narancs című regény, illetve az abból készült Stanley Kubrick film. Hogy amikor ezt enyhítik, akkor te azt föl tudja mérni, akár a börtönigazgató, akár az igazságügyminiszter, vagy akárki, az állam, föl tudja azt mérni, hogy te itt most a jó magaviseletet jutalmazod, vagy a képmutatást, vagy az álságos játékát annak, hogy te megváltoztál. Nem tudja felmérni, tudod? Az van, hogy, és tudod mi a hozzáállása az államnak ehhez? Hogy mindegy is. Ha ő annyira képmutató, hogy éveken keresztül meg tudja játszani magát a cellájában, akkor engedjük ki, hát ha a képmutatás rajta ragad, hát ha ebből aztán kisül valami jó, nem tudjuk szankcionálni, de tudod, ha nem jutalmazzuk a jó magaviseletet azzal, hogy elengedünk büntetést, akkor nem lesz jó magaviselet. Akkor a börtönben megint csak elszabadul a pokol. Kell egy olyan rendszer, amelyben érdemes, megéri jól viselkedni. És akkor viszont nem kérjük számon a képmutatást, nem kérjük számon, hogy te tényleg rendesen megváltoztál-e, vagy csak eljátszott, hogy megváltoztál. Úgy állnak hozzá, mint a viselkedés terápiához a szakirodalom, hogyha ilyen hosszasan, ennyire kitartóan és ennyire meggyőzően tudod eljátszani, hogy megváltoztál, akkor tudod mit? Mi elhisszük, hogy megváltoztál. És bízunk abban, hogy a rutinok, hogy a megjátszás rutinja rajtad ragadt. A helyhez kötöttség korlátot szab a növények elterjedésének is. Ezt a növények úgy hidalják át, hogy olyan szaporító képleteket, mint spóra vagy mag, fejlesztenek, melyek az anyanövénytől különböző élő vagy élettelen közvetítőknek köszönhetően távolra kerülve lehetővé teszik újabb területek meghódítását. A helyhez kötöttség miatt a növények szaporodása is gyakran közvetítőkhöz, mint szél, víz vagy állatok kötött. Ezt elősegítendő a magasabb rendű növények egy speciális szaporító hajtást, virágot fejlesztenek. Számos kutatás bizonyítani látszik a növények és az emberek közti hasonlóságokat anélkül, hogy a túlzott antropomorfizáció, vagyis emberi tulajdonságokkal való felruházás kelepcéjébe esne. Kiderült többek között, hogy a növények képesek megosztani egymás között a táplálékot, felismerik a rokonaikat, csattogó hangok kiadásával tudnak kommunikálni egymással, számolnak és azt is érzik, ha megérinted őket. De egy csomó olyan dolgot is tudnak, amire mi nem vagyunk képesek. Például képesek egy olyan szuperorganizmussá klónozni magukat, hogy teljesen azonos genetikájú egyedeik egy 1000 holdnyi, azaz mintegy 4047 négyzetkilométer nagyságú földterületet foglaljanak el. Az önvédelemben is nagy újítóknak számítanak, hiszen a kukorica a darasakat is be tudja vonzani, hogy megóvja magát a hernyók okozta kártól. Azt hiszem, hogy kicsit erős ez az a kép, amikor itt a Robi elrögte magát, hogy a növények és az emberek hasonlóak, de hát olyan, ha a másik irányból nézed, akkor nem röhögsz, nekem nem az jutott eszembe, hogy a növényeket emberi tulajdonságokkal ruházzam fel, hanem ugye az embereknek a növényi tulajdonságait firtassam, hát azért, ami viszont elég jogos. Az embereknek vannak növényi tulajdonságaik, anélkül is, hogy le akarnánk szólni őket, hiszen nő a hajuk, hiszen nő a körmük, hiszen van vegetatív idegrendszer. Ízlelgessük egy kicsit ezt a szót, vegetatív idegrendszerük. A lényeg az, hogy az embernek van egy legbelső, legmélyebb rétege, sőt, még az elméletileg nem is a legbelső, annál is van, de ez már vallás kérdése, ugye az a kő, vagy az anyagi, a pusztán anyagi sík, ahol kő, víz, levegő, a három nagy halmaz állapot. És akkor azon túllépve elérkezünk a növényi réteghez. Hát ott nő a körmöd, a hajad, a vegetatív idegrendszered működik, öntudatlanul a belső gyárak üzemelnek, anélkül, hogy arról tud. Akkor jön a következő szint, az állati szint. Itt már éhes vagy, zabálni kell. Itt már kanos vagy, közösülni kell. Ott állat vagy, és nem ember, de nem, már nem növény, de még nem ember. És aztán erre rétegződik rá a legvégső szint, ahol ember vagy, ahol tudatod van, ahol fogalmi kategóriáid vannak, ahol már bűntudatot tudsz érezni, ahol érzelmeid vannak más emberek, vagy más növények, más állatok iránt. És akkor, amikor itt elhangzik, hogy számos kutatás bizonyítani látszik a növények és az emberek közti hasonlóságokat, hát nem érzem túl tudományosnak ezt a véleményt, vagy ezt az állítást. Miért nem a növények és az állatok közti tulajdonságokat? Hát az ember az
amúgy egy állat. Egy olyan állatfaj, amelyik, hát most az értelmezhető úgy, hogy kilépett az állatvilágból, de hogy az biztos, hogy az állatvilágból lépett ki, nem a növényvilágból. Amikor azt mondjuk, hogy a növények és a, hát akkor mondjuk azt, hogy az élőlényeknek vannak közös tulajdonságaik, amikben az állatok és a növények hasonlóak. De mi idehozni a növényekhez az embert, és szót nem ejteni arról, hogy hát az állatokhoz való hasonlóságról beszélünk ilyenkor, nem az emberhez való hasonlóságról. Hát ez nem, szóval nem érzem igazán tudományosnak. Inkább az ismeretterjesztést is alulról súrolónak. Én azt akarom itt boncolgatni, hogy ahogy a törzsfejlődés előre halad az évmilliókon keresztül, úgy válik egyé az utód az őt létrehozó, hogy mondjam, forrással. Tehát teszem azt a, nem tudom, ketté osztódik egy sejtű, és utána ők nem maradnak együtt, hogy hát mi tesók vagyunk. Nyilván képességeiknek megfelelően valószínűleg ugyanabban a másik organizmusban élik le a megfelelő hosszúságú életüket, vagy nem kerülnek túl messze. De hogy milyen kalandos útra indul el az az ivarsejt, vagy az a mag, a különböző élőlényektől, míg létrehoz egy ugyanolyan életet. Mennyire különböző az, amikor a rovarok tudod, lepetéznek, amikor a halak ikrákat raknak, amikor a fáknak a különböző virágai, meg ilyen magházai, meg ilyen trükkös megoldásai, tudod, ami így száll a szélben, eljut elég messzire attól a fától, mert az a fa, ami őt szülte, tulajdonképpen ami szempontunkból az ő anyjának számít, az addig volt vele gondoskodó, amíg össze voltak nőve. És aztán szépen lassan, tudod, még aki a tojásrakók az egy ilyen mindkét csapatban játszó kategória, mert van, amelyik kikölti azokat a tojásokat a saját testmelegével, és utána így terelgeti a kis utódait, de van az, amelyik leteszi azt a tojást valahová, és ő oda már többet nem megy vissza. Hát az van, hogy az, amelyik leteszi azt a tojást oda, és oda már többet nem megy vissza, az a hüllőkhöz áll közel. Igen. Amelyiknek a tojását a nap kelti ki, amelyik meg gondozza, kikölti, utána eteti eleve a fiókáját. Eleve kikölteni az, ugye úgy, hogy nincs meleg tested, mert hidegvér vagy. De a madárnak van. A hüllő nem tudja kikölteni. Ő annyit tehet, a legtöbb, amit tehet, az az, hogy napra is nem az árnyékba rakja a tojását. Az, amelyik meg tudod, kikölti a testmelegével, aztán meg eteti, az meg már az emlőshöz áll közelebb. Mm-hmm. Hát, hogy valójában vannak olyan madarak, amelyek hát hüllőszerűbbek, és vannak olyanok, amik meg már ehhez az utódgondozáshoz sodródtak közelebb. A kakukk esetleg egy ilyen elég szélsőséges. Hát nem arról van szó, hogy a lelki ismeretnek is vannak különböző szintjei az élőlények között? Nem, ez szerintem nem a lelki ismeret, de az analógiát értem. Hát arról van szó, hogy amit mi lelki ismeretnek nevezünk, az náluk az utódgondozásnak már ez egy bensőségesebb státusza. Tehát az nem a lelkiismeret, viszont a melegvérű állatoknak az utódgondozása az úgy viszonyul a hidegvérű állatoknak a tojás rakásához és otthagyásához, ahogyan az emberek világában a lelkiismeretes emberek működése viszonyul a lelkiismeretlen szociopatáknak a működéséhez. Tehát a viszonyulást analógiában áll a kettő egymással, de az ott nem a lelkiismeret, az ugyanúgy ösztönkésztetés, amikor ő gondozza az utódját, mint amikor ő ott hagyja a tojást a napon. Igen, de tehát én sem tudnám egy szóval leírni így, hogy ez lelkiismeret, de valami képpen e körét csoportosítanám, mert igen, ott van alul mondjuk az ösztön, az, hogy életben kell tartanom az utódaimat. Nevezd gondoskodásnak, de legyen gondoskodás. Az egy gondoskodási ösztön. Várjál, aztán mi, mint emberek már képesek vagyunk arra is, hogy ne pusztán életben tartsunk őket, hanem életünk végéig ott maradjanak az életünkben az utódaim. Na, az már probléma.
Jó, de most érted, de nem azt mondom, hogy ott éljenek velünk, hanem hogy érted, hogy... Értem, hogy összejárjunk vasárnaponként. Igen, vagy mit tudom én, a gyereknevelésnél elsődleges szempontot kaphat jobb esetben, hogy boldog legyen az a gyerek, és akár pszichológiai úton is. Tehát, hogyha azt látod, hát, hogy valami... Vagy az, hogy sikeresebb legyen. A boldogság az meg, tudod, kinek jár. Jó, az legyen boldog, tudod, az, aki naplopó. Jó, ingyen élő, értem. Tudod, legyen sikeres, vigye sokra az életben, lehessek büszke rá. Értem, hogy viccelősz, csak... De nem viccelődöm, de tudod, az utódgondozásnak van egy lelkiismeretlenségi faktora is, értem, nem csak a lelkiismeretesség. De várjál, tovább megyek még egy lépés, nem lehet, hogy ennek a létrának van egy még felsőbb fokán az, amikor mi már képesek vagyunk tárgyakat, szimbólumokat imádni. És a fanatizmusnak az a szintje, amikor már nem is kell, hogy ott legyen ez az ösztönvilágból fakadó gondoskodás. Mi bele tudjuk vetíteni a lelket akármibe. Aha. Hogy bele tudjuk vetíteni a lelket egy rongybabába, hogy aztán arról a rongybabáról úgy, vagy a rongybabához úgy kötődjünk, ahogyan egy másik emberhez kéne. Hát tulajdonképpen bennünk a kötődésnek ez a foka, amivel egy rongybabához tudunk kötődni. Ez azért van, hogy a gyerekünkről gondoskodni tudjunk, de hogyha nincs gyerekünk, úgy alakult, hogy egy rongybabánk van, akkor a rongybabán éljük ki azt, és belevetítjük a lelket, és a rongybabának nevet adunk, a rongybabának érzései lesznek, nekünk arról gondoskodnunk kell, mert kiélhetjük rajta, mert ez olyan bennünk, mint egy receptor, amit le tudunk kötni akármi mással. Tehát nem csak a képességünk alakult ki erre, de az igényünk is. De ne állítsd be úgy, mintha Charlize nálam otthon egy kevesebbet érne, mint a te csajod, Robi. Jó, meghívtalak az otthonomba, és itt degradálod. Igen, de tudod, ez már az elfajzása valójában az emberi nemnek. Amikor már elvárjuk azt, hogy a te rongybabád az ugyanannyit érjen, mint az én, nem tudom én, húsvérnőm, mert milyen alapon mondom én azt, hogy az nem ér annyit. Én tulajdonképpen érzéketlen vagyok, nem vagyok tekintettel a te érzéseidre, és hagyom magam megtéveszteni attól, hogy az egy rongy. Ha ugyanezt a modellt, ebben a modellben kicseréljük a rongybabát egy kutyára, akkor már sokkal vékonyabb jégen járkálunk, pedig ugyanúgy egy elfajzás a kutyának nem egy kutya szeretetét adni, igen, hanem egy gyerekét. Na, és jó, de várjál, hogyha arról van szó, hogy az önvezető furcsa Tesla kitüssön el, akkor igen. Tehát, hogy igen, akkor nem egyenértékű, de tudod mit, hogyha mondjuk, hogyha abból a szempontból közelíted meg, hogy egy gyerek élete ére annyit, mint egy kutyáé, nyilván nem, és akkor most majd jön a PETA, értem, vagy hogy egy rongybaba élete ére annyit, a nézőknek mutatom a macska körmöt, akkor igen, igazad van, de... Én megengedem azt, tudod, hogyha téged, mint individumot nézünk, aki pusztán kialakított egy kötődést, és most hagyjuk, hogy egy rongybabához, vagy egy kölyök kutyához, akkor én meghagyom neked annak a szabadságát, és nem érzem ezt egy ilyen... Lehet, a szabadságát, a jogomat az érzéseimhez. Nem arra gondolok, hogy hogy ne legyen jogod, de én képes vagyok azt, hogy, tehát pusztán annak a tényét, hogy te érzelmileg mennyire kötődsz a rongybabához, a kutyához, vagy a gyerekhez, elhinni. Világos, nem kell meg nem is kell kigunyolni azért, mert én annyira kötődöm egy rongybabához. Nyilván hát szerencsétlenebbül alakult a sorsom, hogy egy rongybabával kötöm le ezeket az belső érzelmi drive-jaimat, de hát nekem ez jutott, ez a rongybaba. Nem kell elvitatni a jogomat hozzá, nem kell kigúnyolni azért, mert szeretem, de hogyha választani kell, hogy melyik az értékesebb, pusztán az én érzéseim alapján a rongybaba iránt, hát nem minősüljön már élőnek, vagy nem minősüljön, ne versenyeztessük már a rongybabát egy élő emberrel, vagy akár egy élő kutyával. De ha neked a Kovács István rongybabájáról és kutyájáról kell döntened, akkor a kutyát fogod választani, de ha a Kovács Istvánnak kell dönteni, és tudod, ő kötődik a kutyához és a rongybabához is, és nem tud különbséget tenni, az már egy érző lénynek a sorsát teszi kockára, valójában egy tárgyal szemben. Ez a kérdésem, hogy mit jelent az, hogy dönteni? Tehát, hogy az életéről döntesz, hogy melyiket csesz bele a kemencébe? Vagy ez te mondtad, hogy kitüssön el az önvezető autó. Jó, abban az esetben, igen, tehát hogy látom ezt az elrendezkedést, és sőt, hogyha neked van egy húsvérgyereked, egy rongybabád és egy kutyád is, akkor hogyha azt kell eldöntened, hogy kitüssön el az önvezető Tesla, akkor szerintem, tehát nyilvánvalóan a rongybabát.
nem? Igen, de szempontnak kell lennie, hogy ezeknek az élőlényeknek... De a rongybaba ember úgy, mint a gyerekem, a kutya meg csak egy kutya. Jó. Tehát azért, tudod, a Kovács István nem tudjuk, hogy fog gondolkodni, és nem te vagy ott, hogy eldöntsd. Ez egy annyira, tudod, ez, szerintem ez az egész vita annyira triviális, itt nem lehet elfoglalni azt az álláspontot, hogy a kutya halljon meg a rongybaba helyett. Csak azt akarom mondani, hogy ilyenkor, nem. Tehát hogy én képes vagyok bárkinek elhinni azt, hogy amikor eldönti, hogy a rongybabát üsse el az önvezető Tesla, akkor az a szempont van a fejében, hogy a rongybaba szempontjából, az öntudatának, a nem létének a szempontjából ér ő a legkevesebbet. Azt én egyébként képes vagyok elhinni bárkinek, hogy egyformán szereti a gyerekét, a kutyáját és a rongybabáját is, és hogyha saját... Már szerintem már rohadt nagy baj van. Tehát ott már rohadt nagy baj de van. De képes vagyok elhinni. Mivel, hogy mi bármiféle aberrációt képesek vagyunk elhinni és tapasztalni, így aztán miért ne lehetne egy olyas valaki, aki egy rongybabához, miközben van egy saját gyereke, ugyanúgy kötődik. Szerintem nem akkor van aberráció, amikor ez van, hanem amikor nem veszed be szempontnak azt, amit az imént mondtam, hogy az öntudatukat... De szerinted nincsen probléma, ha ugyanúgy kötődik a rongybabához, mint a gyerekhez, a húsvér gyerekéhez? Hát ez függ nyilván a kapcsolatuktól. De tényleg tudsz modellezni a fejedben egy olyan körülményrendszert, amiben az élő húsvér gyerek az ugyanannyit ér, és jogosan ugyanannyit ér, mint egy rongybaba. El tudok képzelni olyan emberi életet, ahol ez megtörténik, és nem nevezem aberrációnak. Ez nagyon szomorú sorsa van annak a gyereknek viszont, aki csak nem annyira szeretnek, ezzel. Mint az élettelen. Vagy nagyon jó sorsa. Ugyanakkor nem, azt mondja, vagy nagyon jó sorsa van a rongybabának. Hát de valakinek egy rongybaba, az lehet, hogy a gyerekkori játéka, és azt jelképezi, hogy ő, tudod, ő az élet folytonosságában a babán keresztül emlékszik meg arra, hogy kiktől származik, míg a gyereke az, aki be ő beleszáll. Lehet, a múlt meg a jövő. Jó, lehet, múlt meg a jövő, ez az álláspont védhetetlen, amit te foglaltál. Akkor sem. Ez védhetetlen. Hát ez védhetetlen. Élő lény. Ez védhetetlen, és hogy, főleg, hogy azt mondod, hogy te szerinted egy lelkileg egészséges ember jogosan dönthet így. Nem mondta, hogy egészséges, nem aberrált, tehát egészséges. Ez nem aberráció, tehát egészséges, normális gondolkodás, hogy van egy rongyod, meg van egy gyereked, és te úgy vagy vele, hogy hát ha valamelyiket be kell dobnod a kemencébe, akkor pénzt dobsz föl, hogy melyik. Nem, hát, azt mondom, hogy akkor van aberráció, amikor a kemencébe dobásnál nem veszed figyelembe azt, hogyha bedobom a rongybabát a tűzbe, azzal csak magamnak ártok, ha viszont bedobom a gyereket a tűzbe, akkor magamnak és a gyereknek is ártok. De ha már ezt kell tekintetbe venni, már régen rossz, mert ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a veszteség lenne neked a rongynak az elégetése, mint az élő húsvér gyerekedé. Én azt mondom, hogy el tudok képzelni ilyet, hát nem mondj már olyat, tehát figyelj, most a vallás... Hogy tudod elképzelni, mit követett el az a gyerek? A vallási fanatizmus miben különbözik ettől? Vagy a bálványimádat, miben különbözik a rongybabától? Sosem mondanám a bálványimádásra, hogy az ne lenne aberráció. Jó. Hát soha. Hát már bocsáss meg. Jó, akkor talán a bálványiládot az rossz kifejezés volt, de mondjuk a vallási fanatizmus, és most nem olyan értelemben mondom ezt, hogy vallási fanatizmus, amikor a vallási fanatizmusnál már értem. A rongybabát cseréljük fel egy kettárgyal. Mondjuk a nem tudom én, Szent István jobb kezével. Na, az egy eléggé egy tárgy. Na most Szent István jobb kezét versenyeztetjük egy élő húsvér gyerekkel, megint csak védhetetlen álláspont, hogy a Szent István jobb kezét tartsuk meg, és az élő húsvér gyereket meg dobjuk a kemencébe. Nem azt mondom, hogy dobd be az élő gyereket a kéz ellenében, hanem hogy ilyenkor tudatalatt figyelembe veszed azt, hogy ha most a kezed dobom be, akkor tulajdonképpen így az embereknek kicsit rosszabb lesz, lehet egyébként, hogy több embernek is, mert hogy többen imádják ezt, vagy többen. Ez nem tudatalatti, ha már ennyire gondolkodsz rá. Én megmagyarázom, de érted, hogy alapvetően amikor meg kell hoznod azt a döntést, hogy most mit csináljak, akkor nem hiszem, hogy neked másodlagos szempont lenne az, hogy most a gyerektől elveszem az életet, a kéztől, meg mit veszek el a rajongóit. Csak tudod, arra vagyok kíváncsi, hogy mit kell egy gyereknek elkövetnie ahhoz, hogy a rongynál ne érjen többet az élete. Mennyire kell rondának kell lennie, vagy fogyatékosnak? Én nem azt mondom, hogy ezek nem... Mit követ el az a gyerek, amivel ezt érdemli? Nem, szerintem nem is feltétlenül a gyerek hibája. Nem azt mondom, hogy ezek nem nehéz sorsok, és hogy nem nehéz sors mondjuk akkor, hogyha neked volt olyan nehéz a gyerekkorod, hogy így kiállsz mondjuk nem egy rongybaba sors, mellett. Ez egy pofon egyszerű dilemma, amit csak a lelki fogyatékosok vétenek el. Most ne haragudj, de úgy hangzol ezzel az állásponttal, mint amikor az emberek azt mondják, hogy hát igen, pszichológia mi, az engem is vertek, azt mégis normális lettem. Tehát, hogy most ezt én... Micsoda? Nem értem a... Micsoda?
Azt mondom, hogy bites, nem lehet, de mi egy bites? Az, hogy a rongy, az, hogy a rongy, a lélektanát, de most hogy az egész. Mi a lélektana? Én értem, hogy neki az a rongy, az fontos, meg értékes a gyerekkorából, akárhogy is. A másik meg egy élő gyerek. Na most, hogyha ő ezt a kettőt, hova ő abban az élő gyerekben nem látja meg önmagát, az meg egy nagyon-nagyon számára értékes rongy. Minden rongyok közül a legértékesebb. Az a gyerek meg minden gyerek közül a legértéktelenebb. És még mindig dilemmázik azon, hogy melyiket dobja a kemencébe, ott nagyon nagy baj van. Nem dilemmázik, de nem azért nem dilemmázik rajta. Már mindegy. Hagyjuk. A túl sokat ültünk ezen. Azt akarom feltenni kérdésként, hogy mondjuk képzelj el itt a itt az öröklődés kapcsán mondjuk egy almát, ami leesik a fáról, vagy valami, tudod, egy olyan termést, ami messzire száll. Végig tudod, hogy ő arról a fáról származik. Az ember esetén neked mi az, ami annak a gyümölcsnek a fa, amiről lehullott, tudod, az anyád, vagy a teljes fa szerkezet, nem véletlen, ugye úgy ugyanarról neveztük el, ami a felmenőidnek a teljes összessége. Hát emberiség. Melyik? Hát sőt, nem pusztán az emberiség, hanem a teljes állatvilág. Uh-huh. Hiszen te, tehát minden egyes állat, állat valaha egyetlen egy őstől származik. Egyetlen egy organizmus az ősapja valamennyi állatnak. Abból lettünk mind. Tehát tulajdonképpen a világon minden állat rokona minden állatnak, ezen belül szűkebb értelemben minden ember rokona minden embernek. Ez is nagyjából ilyen egysejtű környékén eldőlt, hogy melyik az, amelyikből állatok lesznek. Ugye, hogy ki fog itt energiával szaporodni, és ki fog fénnyel, vagy itt táplálkozni. Hát ez egy hatalmas fa, aminek a törzsét úgy hívják, hogy állatvilág, és aminek az különböző nagyobb ágait úgy hívják, hogy mondjuk az egyik ágát úgy hívják, hogy gerincesek, akkor az arról lenő egy ág, arra azt mondjuk, hogy azok az emlősök, és akkor arról is lenő egy ág, és akkor arra már azt mondjuk, hogy emberiség, és akkor arról az ágról nőnek le újabb ágak, azokat úgy hívjuk, hogy azok a nemzetségek, egyéb törzsek, és akkor ezen törzseken belül a különböző családok vérvonalak, és akkor azok is szétágaznak, és a leges legvégén a legkisebb hajtás az az egyén. Na jó, és várja, miből nőtt ki ez a fa? Hát a földanyából, a természet anyából, a mindenek anyjából, és mifelé nő? A fényapa, az égapa, a szférák apa felé, az eszme apa felé, a megfoghatatlan. Úgy van, hogy a gyökerét azt a földenergiába, az ásványi energiába mélyezti, és a, kvázi az anyjából szívja ki az éltető tejet és erőt. Az ágait, azokat meg az apa felé, a fény felé, az éterikus energia felé növeszti, és a leveleivel annak a fényét fogja be, és alakítja át energiává, ásványi energiává. Hát tulajdonképpen a fa olyan, mint egy energiahíd, mint egy energiavezeték. A fényenergiát ásványi energiává alakítja, és tulajdonképpen az két szférát összeköti. Ilyen értelemben az ég olyan, mint a lélek, ilyen értelemben a föld olyan, mint a test, és ilyen értelemben a fa, amelyik egy átvezető, egy híd a kettő között, az meg olyan, mint a szellem. De minden, tehát ennek a három rétegnek, hogy test, lélek, szellem, a hármas, az nem mindig ebben a relációban áll egymással. Mint hogy az ég, a föld és a fa? Aha, tehát nem. De mind, szerintem igen. Nem, mondjuk nézzük meg a múlt, jelen, jövőt. Tehát ott nem az történik, hogy a múltat, ami a szellem, és a jövőt, ami a lélek, köti össze a test, ami a jelen? Tehát ott nem, más a reláció. Nem. A múltkor nem. Azt beszéltük, hogy... De én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a múlt, jelen, jövő hármasra a test, lélek, szellem hármasra illeszthető. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy Hallgassátok vissza, a múltkor hát, azt mondta, igen. És akkor most is azt kell mondanom, hogy igen, és mi van, hogyha most nem úgy érzem, hogy... Tartsak ki a mellett, hiszen ezt egyszer már mondtam. Belőlem se pottyannak ilyen egyértelműen ez. Nem vagyok meggyőződve. Hát miért? A jövő az egyetlen, amiben hinni lehet, a múlt az egyetlen, amire emlékezni, amit tudni lehet, és a jelen az egyetlen, amit át lehet élni, amit meg lehet tapasztalni materiálisan.
Hát, ha te mondod, én inkább a múltra mondanám azt, hogy az anyag, inkább a jövőre mondanám azt, hogy a lélek, és inkább a jelenre mondanám azt, hogy a szellem. Hol anyag? Mutasd meg. A múlt? Aha. Hát a múlt minden, ami megváltoztathatatlan, ami megkövült, ami már halott. Jó, de nem tapasztalható, érzékszervel. Nem, csak tehát, a jelen tapasztalható. Igen, tehát az a materiális, az a materiális. Nem, szerintem szerintem a szellem... Tehát a tapasztalás lehet, hogy az a szellem éppen. Érdekes, de tudod, én azért mégiscsak, mivel hogy a múltból a jelen vezet át a jövőbe, ezért mégiscsak hajlamos vagyok úgy gondolni, hogy a jelen a szellem, mint átvezető. Jó, figyelj, egy kompromisszum szinten felvetek valamit, amiben talán mindketten hihetünk. Mi van akkor, hogyha a szellemnek, most a saját véleményemet mondom, ami a múlt, és jól mondom, igen. És a léleknek, ami a jövő, az összetalálkozásánál azon a ponton történt egy kisülés, ami egy illúziót hozott létre, és akkor viszont a jelen egy illúzió. Igen, de értelmezhető, ezt meg kifordítjuk, hogy a múlt és a jövő az illúzió, és csak a jelen a valóság, mert hisz a múlt nincs, már nincs. Ebből a háromból egy abstraktum, maximum kettő létezik, nem, de lehet, maximum csak kettő, egy, de lehet, hogy csak egy. Vagy egy se. Szóval, hogy az van, hogy a múlt, ha jelen van, akkor a múlt és a jövő nincs. Ha a múlt és a jövő van, akkor meg a jelen nincs, hiszen amint kimondom, már a jövőben vagyok, és már is múltá képeztem. Hát arról van szó, hogy a múlt meg a jövő az egyetlen, aminek van kiterjedése, viszont nem bírod őket bebizonyítani, mert nem bírsz rámutatni, nem bírod mivel összehasonlítani, tehát nem bírod bebizonyítani a múltat, meg a jövőt, viszont a jelent azt be tudod bizonyítani, de mihez képest létezik az egy pillanat, amiben éppen élsz? Nehéz ügy, mert valójában ez egy, tudod, nincs rá igazából helyes válasz, hanem megközelítés kérdése. Olyan, mint az az ábra, ahol az a balettáncos lány forog. És akkor a uramutató járásával egyezően forog, de ha úgy nézed, és nem tudom, hogy mit kell átkapcsolni az agyadban, hogy meglásd, az ellenkező irányba is láthatod forogni valójában, és az valamit rólad is elmond, hogy te automatikusan, mondjuk 10 esetből 6-8-szor merre látott forogni. Az valahol azt jelzi, hogy a te agyad mire áll rá könnyebben. De láthatod az ellenkező irányba forogni, ugyanez van a múlttal, meg a jelennel, meg a jövővel. Hát, hogyha úgy nézed, hogyha úgy kapod el a balettáncos lányt, akkor csak jövő van és csak múlt. Ha meg amúgy az esetek másik részében, akkor meg csak jelen van, és akkor a múlt és a jövő az, ami illúzió. Na, jelen meg valóság. Hát én azért talán inkább erre hajlok.